fucking monster from this one. Das war Tegna punya Ubisoft Case tetap di pemutatu Without doubt, error legújabb testline Frissítésről Amikor is kapunk majd kettő új operátort És egy új mappot, ami a közel-keleten fog játszódni Jelenleg minden útrán van Mi játszottam már vagy 4 hónapja ezzel a játékkal Kb Úgyhogy nagyon elszoktam tőle Szóval a Navi Szélettség két harcosával elkezdik majd Május 11-én a Rainbow Six Siege Soron következő ingyenes tartalma amit a Season Pass tulajdonosok már állítólag 9-én kipróbálhatnak, azaz tegnap de nekem megvan a Season Pass és mégsem érkezett meg Mégsem érkezett meg, mégsem kaptam meg ezt az új operátort. Na most a legfontosabb dolog, hogy a védelemre szakosodott operátor, a Valkyrie telepítető kamerákkal felszerelve, mint a Battlefield 3-ban is láthattuk, vág bele majd a küzdelmekbe. Elsődleges fegyvereként is PESZ 12-est kap, másodlagos pedig egy Desert Eagle pisztolyt fog kapni. Az inkább támadó feladatokat ellátó Backbeard 1 a fegyver applikálható fej és testlövések ellen hatékony áttetsző pajzsal válik majd kulcsfontosságú csapattársa. De persze a Scar-H gépfegyverével és a Desert Eagle-el is komoly pusztítást tud majd eljárni. Tehát ezt a frissítést majd május 11-én fogjuk megkapni. Ingyenesen. És nézzük, hogy mi történik itt. Hol lehet a bomba? Itt.